Szeretettel köszöntelek benneteket itt az eredeti Fény Zen templomában. 2016-2017 kiolcse, téli elvonulás. Következik az intenzív hét. szünyű engem kért föl, hogy az intenzív hét előtti darma beszéd bevezetőjét megtartsam. Nem engedte, hogy improvizáljak, bármit, hanem kért, hogy az intenzív hétről és az intenzív hétről való tapasztalataimról beszéljek. A második 90 napos elvonulásom volt szerencsém az intenzív héttel részt venni, ami ugye egy hét, rendesen 8x50 percet ülünk, ugye ennek a száma, számának a növelése teszi intenzívvé a következő időszakot, a következő egy hetet. Ha jól olvastam, akkor a 8-as ülések 12-re, tehát 12x50 perc lesz, majd 13 án és 14-én azt nem tudtam kiszámolni, tehát az olyan sok volt, hogy uh, uh, igazából az nem is tudom 14-15 mennyi, mennyi lesz hogy nem elég intenzív ez a 8 x 50 perc, vagy mi szükség van erre, vagy hogy még lehet még, még intenzívebbé tenni, van valakinek hiányérzet, hogy keveset ül, nem még többet, hogy akkor mi van, vagy mire jó ez, vagy hogy akkor mi, mi a helyzet. E, nagyon sok hagyományban felfedezhető az, amikor hasonlóképpen próbálják meg az addig megszerzett tudást, gyakorlatot e, acélosítani. Például az indiai klasszikus zenében a tabla hangszeren van egy ilyen, amikor a gyakorlók elérnek már egy bizonyos tudás szintet, hogy azt szokták mondani, hogy tablázni, megtanulni az körülbelül 30 év alaphangon. Van, hogy Indiában ezt egész kisgyermekkorba elkezdik, különböző konakolokkal, tehát hangszerhez még nem is nyúlnak, csak nincs kotta sem, tehát csak ilyen pici versikék nyomán, orális hagyomány szerint sajátítják el a különböző ütéseknek a, a, hangjait, ezt kézen számolják, ugye 16 ütést, és csak ezeket a versikéket tanulják egy ideig, majd megkapják a tablát, és már alig várják, hogy ezeket az ütéseket, a versikéket, ütéseket adaptálják a hangszerre. És amikor elérik a 18-20 éves kort, akkor van egy úgynevezett nagyon szép nevű szertartás, egy ilyen elvonulás, az a neve, hogy csillám. Csillám 40 napos, és hasonló a mi elvonulásunkhoz. Az a lényege, hogy azt a tudást, amit elértek, azt valahogyan, valahogyan megkeressék a határait. Hogy lehet megkeresni a határait? Már nagyon lassan játszottak, nagyon sokat játszottak, nagyon gyorsan is játszottak, már mindenfélét játszottak, és akkor ezt most nagyon sokáig. Tehát csak étkezés és ürítés van a napi programban, 40 napon keresztül, és hasonlóan a mi dolgainkhoz, mondjuk mantráknak lehet nevezni ezeket az egyszerű konakolokat, ami mondjuk úgy néz ki, hogy Tekedimi, tekedjuna, tekedimi, tekedjuna, tekedimi, tekedjuna, tekedimi, tekedjuna, És akkor ezt így, amíg mondjuk vacsoráig. És akkor mondjuk lehet, hogy másnapra kapsz egy más tátintintát, tátintintát, dádintintát, tátintintát, tátintintát, dádintintát. Na most ott vannak a mesterek mindeközben, és figyelik a tanítványokat, mert azért ez egy erős dolog. És ha úgy gondolják, akkor kiveszik. Pihentetik egy picit, vagy azt mondják, hogy ezt most köszönjük szépen, majd gyere vissza a következő körbe, mert túl sok, túl kevés, valahogy nem találkoztok még ebből a fajta erőpróbával. Tehát ez mondjuk az indiai klasszikus zenében föl lehető. Aztán eszembe jutott egy másik történet. A televízióban hallottam egy interjút egy szupermaratonistával. Ugye a szupermaraton nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy 60-nál kezdődik, tehát 60 kilométert futnak, 60 at 80 at 100 -at, 120 -at, egy napig, több napig jó sokat pörögnek ezen. Na most egyébként börtönigazgató státuszban lévő középkorú férfi arról nyilatkozott, hogy hát ez még lehet fokozni, hogy hogyan fokozzák, aztán futnak 200 at vagy 300 at azt mondja, hogy nem, mert ez ezt nem lehet fokozni, akkor már bármennyit lehet futni. Fölfele kell menni. 2000 fölé, 3000 fölé, ahol ugye megváltozik az oxigénnek a, a mennyisége, és akkor ott tolják ezeket a dolgokat, és, és kérdezik, hogy de hát mégis akkor hogy, hogyan vagy, hogy mit érez, vagy mik a benyomásai, és akkor nagyon röviden úgy fogalmazott, hogy hát megborultam rendesen. És mire emlékszik, vagy mi, hol, hol, hol futnak a, vagy vagy nem, nem is tudom, hogy hol vannak ezek a versenyek. És hogy mire, mire emlékszik, vagy hogy, hogy mi, mi marad meg, vagy mi a, mi a, a És azt mondja, hogy nem sok mindenre. Tehát én is ezt próbáltam meg felidézni, azt mondta Szunyim, hogy hát beszéljek a tapasztalatomról. Azt se tudom, hogy mi volt. Aztán így azért valami előjött, de nem sok minden. És akkor aztán folytatta ez a, ez a férfi abban, hogy nem emlékszik, hogy hol futott. Nyilván itt elmegy a koncentráció, meg minden arra, hogy, hogy ne törjön szét a mozgás. Tehát meg legyen a, meg legyen a mozgás, meg legyen a levegővétel, energiabeosztás. Tehát ugyanolyan, ezen a szinten már ugyanolyan finom érzékelés kezdem működni, gondolom a testtel, a pszichével kapcsolatban, mint a, a mi esetünkben. És azt mondta, hogy amikor már vége volt a versenynek, napokkal később pihente magát, visszarázódott a mindennapokba, futva jár dolgozni, nem tudom hány kilométerre lakik a börtöntől, elfut reggel és este hazafut, nem egy napi húzast. Így lengurít, és mondta, hogy, hogy elkezdtek visszajönni olyan képek, olyan tájakról, ahol ős végül is soha nem járt. Illetve hát járt, ott futotta ezeket a szuper távokat, csak nem emlékezett rá, tehát nem emlékezettből, hanem valahonnan máshonnan idéződtek föl neki egyszer csak ilyen mindenféle hegyek, völgyek, ahol, ahol elvileg futhatott. Amikor ezt csináltam. E, miért kell ez, vagy miért, miért keressük ezt a dolgot? Hogy miért kell túl? Ugye azt mondjuk, Elmentünk a határainkig, most már nagyon fájt, most már nagyon sokat ültem. Hogyha Távolról szemléled a határt, akkor talán látod a határvonalat. Aztán egyre közelebb mész, és már nem csak a határig utca, hanem átlátsz a határon túl is. Ha elmész a határig, akkor látod már a határt, és legalább annyit, mint eszmegeted, átlátsz jóval a messzebb a határon túl. Át is mehetsz ezen a, a határon. Vagy eldöntheted, hogy ott megállsz, és onnan nézelődsz. Ugye ebben az esetben ez a saját határod a testedé, a fizikumodé, az elmédé, jönnek a fájdalmak. A fájdalom küszöbb. De még egy kicsit a, a határa visszatérve, tehát ö, meg tudod nézni a másik oldaláról is talán ezt a határt, hogyha átmész a másik oldalára. Fájdalom, fájdalom test, ugye jöttek az erős Erős mindenholi fájások, és elkezdem figyelni, hogy sok helyen le van írva a buddhista irodalom, hogy hogyan kezeljük a különböző fájdalmakat, nem csak ülés közben, hanem általában. De főleg a fizikai fájdalomra értendő nagyon fáj, viszont azt veszed észre, ezt már a, a sima üléseknél is észre lehet venni, hogy ú, uh, most leszakad a tér, de most ha imádkozol, hogy szólja, szólaljon meg a csupi 5 másodpercen belül, mert belehalsz, levágják a lábadat, és, és, egyébként is, és kimész, és soha többet nem jössz vissza, ez biztos. És fölállsz, és elsőtesz az ajtóig, és eltűnik a tért fájdalom. Hova? Valahova így eltűnik. Aztán van, amikor így több napig így befészkeli magát, de utána is eltűnik. Tehát amiről azt hitted, hogy ne tovább, az mégse úgy van. És nagyon jól el lehet kezdeni ebben játszani az intenzív héten, hogy akkor hogy is? Hogy vannak ezek az energia kivételek? Időn van, ugye jó sokat lehet ülni, fájdalom is van, jön ezerrel, mindenhova, tehát lehet választani valamelyiket. És Először ugye elkezdel a légzéssel a akkor majd oda légzem, a jogán megtanultam, hogy ahol fáj, ahol feszül, oda kilégzek, belégzek, és akkor ez oldódik. Hát ez így megy egy ideig, de aztán ez se segít. És akkor így mész szépen, szépen tovább, itt valami más fájdalomcsillapítót kell keresni, de hol van, és akkor elkezded keresni ezt a fájdalomcsillapítót. És akkor szépen lassan, és mindenkit erre biztatok egyébként, hogy így, így meg lehet kívül, tehát nem fog elmúlni. Nem fog elmúlni, nem fog megszűnni, hanem kívül tudsz rajta helyezkedni. Nagyon izgalmas. Tehát így ketté, vál, ketté válik. Tehát érzed, jön, minden, minden ott van, viszont kívülről, kívülről nézed. Kívülről nézed, és sokkal többet bír a test, mint el tudnád képzelni. Valakinek alacsonyabb, ugye, valakinek magasabb a fájdalom küszöbe. Nellettem tiltva az üléstől a második gerincműtétem után, azt mondta az orvosom, hogy minden szabad, Bármennyit mehetek, jöhetek, állhatok, ülni tilos. És mikor idejöttem, akkor mondtam, szóljon hogy hát ez mekkora találkozás a zennel, akkor nem. Tehát, hogy ez egy pont, pont jó erre jöttem. És mondta, hogy hát igen, de a széken. Itt majd nem lesz semmi baj. Az első és a második végén négy napot aztán hanyat kellett feküdnöm, de akkor már annyira karba lett tartva az éberségem, hogy, hogy így is tudtam. 50 percet feküdni. Bár azért úgy vágta a hübriszem hogy a fiatal 20 éves lánykák így ültek így a hátam mögött fél lótuszba, vagy, vagy akárhogyan, én meg ott heverésztem, mint egy ilyen öreg beteg, de ez nagyon nagy iskola volt. Nagyon nagy iskola volt, és azt csináltam, hogy amikor már ezt hogy nem, most már visszaülök, mert most már kajak, most már érzem, hogy elmúlt fogok tudni, akkor még azt mondtam, hogy nem, a testnek adok még két napot, és nem engedem az egót hogy ő, ő csinálja meg, hanem hanem figyelek arra, hogy a testnek mi a, a kívánsága. Tehát a fájdalomot a végtelenségig lehet figyelni, és meg lehet figyelni, hogy mi van, ha, ha nem adsz bele. Olyan egy kicsit, mint a hideg-melegvizes fürdés. Hogyha valaki szok, szokta ezt csinálni, most jó hideg a hideg, tehát azt hiszem, hogy ilyen egyfokos, szokta ezt csinálni, egyébként érdemes, nagyon szereti a, a test hosszú távon akkor egy ideig a hideg-melegvizes fürdés, az úgy néz ki, hogy jön a meleg, és az ilyen Oh, 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 oh. És jön a hideg. Ez, ez a hideg. És akkor ezt a kettőt váltogatod. És akkor egy ideig néztem, hogy jó, jó, de hogy kell ez, kell ez, ez az egész hozzá. Nem elég, hogy csak így tekergettem a csapot. És akkor elkezdtem, elkezdtem próbálgatni, hogy mi van, mi van ebben, tehát hogyha kívül maradok ezen a, a dolgon, tehát nem megyek bele, hanem kapja a testem a meleget, aztán kapja a hideget, aztán megint meleget, megint hideget. És most már így ott tart, hogy ezt így bírja, tehát nem kell így rángatóznom, meg a, a hideg, hideg meleg alatt. És a fájdalom is hasonló, hogy jön, 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 fáj, fáj, és akkor mindig nézed, hogy mi ez? Mi ez, ami fáj? test, elme ö, nagyon rossz lesz, és nagyon jó lesz, amilyenné teszed éppen. Mondjuk nagyon rosszad a testi fájdalom, és hogyha nem tudsz vele mit kezdeni, följönnek a, azok a dolgok, amik egyébként az ülés alatt sokkal erősebben. Mit keresek én itt? Ö, miért vagyok én itt? Inkább hazamegyek, nem jó ez az egész, fölrakok magamnak egy ilyen ö, egész halmaszt, hogy, hogy Miért nem, nem jó a kaja, hideg van, nem tudom a kohanomat, tehát hogy minden, mindent így szépen így, így fölraksz, hogy hogy micsoda. Itt is erre er is jó egyből az a dolog, volt egy ilyen, amikor egy maximálisan kimaxoltam. hát végül is felnőtt férfi vagyok, 40 éves elmúltam, tudom én, hogy hol lakik a, a jóisten, legalábbis így az irányát, azt így ö, tudom. Hát nem megy ez a kohan, most már tényleg, most ünnepeltem a két éves születésnapját. Ne, a, 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 az üléseken egyszerűen ilyen túltelített az oldat, tehát már már az összes instrukciót kipróbáltam, és már itt vagyok a harmadik elvonuláson, és még nem tudok három másodpercet figyelni. Ö, aztán így összejönnek szépen a dolgok, de megint visszakerülök abba, hogy megint nem. Tehát megint ugyanaz a, a, a kör van, hogy mit lehet csinálni egyébként is. Nem, nem otthon van dolgom, nem tudom. Hogy hazamegyek, és akkor utoljára még a csukpi előtt bejön az a gondolat, hogy hogy is van az a mondat, hogy a, meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül az elme teremt. Hát kipróbálom annyiszor, mondja Szunyim, tényleg ez már egy ilyen mondóka igazából, ezzel, ebben találkoztam talán először a buddhizmus kapcsán. Kimegyek a WC-re, elvégzem a dolgom, és közben erre koncentrálok, hogy ja, mi van, hogyha ezt így nem teremtem meg. És akkor mire visszaérek, látom, hogy az égvilágon semmi, és akkor visszaülök. Hát ez is egy nagyon jó, nagyon jó játék, vagy pedig az a, az a, helyzet, mikor ugye tudod kontrollálni a testedet is, és az elmédet is, és <coughs> már a harmadik, negyedik napon, ugye a kilencedik órában, amikor azt gondolom, hogy hát végül is azért úgy elég jó bírom, ez így megy ez nekem. Tehát, hogy most, most éptek. tegnap egy kicsit rosszabb volt, ma azért, ma azért úgy, Jobb, és akkor jön a következő 50 perc, aminek a végén látom, hogy, és megint csak valami olyasmi látja ezt az egészet, ami talán ez az, amit keresünk, hogy mi ez a mi élettől és születéstől és haláltól nem függő dolog, igazi önvalónk, hogy ez a, ez a szépülés, amit én elképzelek, a valóságban egyszer csak megpillant, ami a következőképpen néz ki. És megvan ez a póz, látom kívülről, látom, hogy ez annyira nem jó, mert hogy majd szembe fogunk egymással ülni nyitott szemmel, itt egy ilyen kicsi édes körben, hogy ezen azért változtatni kéne, mert tudom, hogy mindenki így befele néz, de hát, ha mégse. És akkor ezen így próbálok változtatni, és látom, hogy próbálok, próbálok, de nem megy. Tehát így, na, ez ez a dolog, és egyszerűen nincs. Ez, ha tetszik, ha nem, ez most már így marad, és akkor még egy picit így próbálkozom, aztán lehet így hidegzulnyozni, vagy inni még egy pohár vizet. De ebbe is az az izgalmas, hogy hogy, hogy akkor mi is látta ezt, hogy, hogy így ülök, vagy mi is akartam megpróbálni, tehát mindig van egy harmadik, vagy egy sokadik, és akkor ebbe, ezekben a pillanatokban, hogyha fölsejlik ez a mi ez, kérdés, vagy mindennek a megtapasztalás, hogy csak figyeld. És aztán jön az eufória, amikor nagyon jó. Akkor úgy érzem magam, mint egy közepes erővel megütött teniszlabda, aki így... <hállt> ilyen. Tehát egy ilyen egészen euforikus Volt olyan, hogy kimentem a, a zuhanyzóba, és így elterültem, és csak így mosolyogtam, mint aki megevett egy marék hasist, és így... így, így... <hállt> És aztán ma sokat beszélgettünk, hogy akkor jönnek ezek az extrém jók. És azt mondta, hogy ugyanúgy, mint a fájdalomnál, vagy a rossz dolgoknál, akár lelki, akár testi, próbáld meg megtartani. Bedobni a, a, a nyakába a gyeplőt, és így te szabályoztat. Ne ez szét, hanem legyen ez olyan extrém rossz, legyen ez olyan extrém euforikus, de... Tartsd Figyeld meg hogy mi ez az egész, ami ezt csinálja veled. Tehát végtelen, végtelen, végtelen tapasztalat. És azt meg, hogyha ha, 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 pirosba vagy, tehát hogyha ezt így nem bírod, hogy is vannak közben beszélgetések, úgyis is van. Szonyimok szóval látják, megvitathatod az érzéseidet, tehát hogy nem fog baj érni. Tehát lehet menni, mert közben egy laboratóriumban vagy is lehet lehet neki tolni. Tehát ez a, ez a, ez a túltolás, ez, ez nem, nem tud egészségtel lenni, tehát nem kell attól félni, hogy fú, hát most akkor most a következő pillanatban megbolondulok, igen. De majd el fog múlni, aztán az is el fog múlni, aztán az is, az is, az is, de nem lesz egészségkárosító hatása, már mennyire is úgy, úgy tűnik. Igen, tehát hogy most keresem a, a szavakat. Nem, egyszerűen tapasztalat. Tehát ez a Sun a az egyik története, hogy, hogy meséled el valakinek, hogy milyen a, a dinnye, hogy azt mondja, ilyen, olyan, és zöld, és a belső a piroskásás, fekete magok vannak benne, igazából hidegen, jó. Nem. de akkor tudod lényegében elmondani, vagy megtapasztaltatni vele, hogyha fölvágsz neki egy szelet dinnyét, odaadod, és, és megeszi. Tehát, hogy, hogy hogy mindig a, a, tapasztalat, a lényeges, és amennyire bírod, ne állítsd útjába a gondolatot, hogy akkor ez most miért nem jó neked, vagy éppen miért marha jó. Hú, hát ez marha jó, de jó, hogy idejöttem, azért ez jó, ez visz, ez röpít. Mert akkor abba fogsz el varázsolódni. Táncban is van egy ilyen egyszerű egy táncos barátom mesélte, hogy jöttek hollandok improvizációt tartani, és workshopot tartani improvizációról, és milyen az improvizáció természete, ugye elkezdesz mozogni. Valami. Jól csinál valamit, zenese szól, csak valami, nincs is megadva egy téma, csak így hajd a testet, hogy úgy menjen, ahogy akar. Éppen. És akkor mi, mi megy közben végbe benned? Ugye van egy merső monológ, ugyanúgy, mint a, a, párnán, hogy na, improvizálj, esetleg nézik, ugye ott is vannak nők, férfiak, alacsonyan magasabb uh, hierarchia, amihez viszonyítod magad. Különbözőségek, megkülönböztető elme. Elkezdesz mozogni, és akkor érzed belőle, hogy ó, ez most de szar, ó, ez ilyen nehézkes, te tényleg annyira-annyira álságos és nem vagyok benne minden. De hát most megcsinálom, ha elkezdtem. Ó, de most visszérzem, most meglendült, most ú de jó, most á, de jó vagyok, nem tudom. És azt mondták ezek a profi táncosok, hogy mind a kettő ugyanolyan rossz, mert így kivesz a pillanatból. Tehát ha azt érzed, hogy ú, most de jó, most de jó vagyok, most azonnal meghalt ez a dolog. Tehát ott ugyanolyan koncentrációra van szükség, hogy megkeresni ezt az áradási pontot, oké, megvan, és akkor onnantól kezdve csak így hagyni magad, mert úgyis megtörténik veled, eleve ott van, tehát nem kell megkeresni. Úgy mentem, ezt is kinyitottam, azt is kinyitottam, ide is benéztem, oda is benéztem, ja, és akkor ott megláttam. De mit? Vagy, ott, vagy ki volt az, aki megláttat? Tehát mindig Inkább azt, hogy hagyni, hagyni magam. Hagyni magam. Föltettem ugyanazt a kérdést a, a, az interjúk alkalmával a Dokeszonyimnak és csongászonyimnak is. És <súzítás> Ö, hogy a meditáció aktív vagy passzív. <g kh> azt nem mondom el, hogy Dokeszonyim mit válaszolt. Csongászonyim azt válaszolta, hogy ha azt mondod, aktív 30-at kapsz. Ha azt mondod, passzív 30-at kapsz. Nincs ilyen, hogy ez meditáció aktív vagy passzív, mondta ő. Mit gondolsz? Hol egyszer egy fiatal barátomtól hallottam, hogy még középiskolás volt, és az éde, már motorozott akkor, és az édesapjának volt egy nagyon drága, nagyon szuper motor, egy hajabusa. A hajabusa az, amit tud 300 fölött menni. És megkérte egyszer az édesapja, valami nagyon fontos ügy miatt nem tudott menni a szervizbe a motorért, hogy, hogy hozza el a motor, de csak haza, tehát semmi motorozgatás hozza haza a szervizből, mert délután neki mennie kell Palatóra, nem tudom, üzletembe hozza haza a motort. Hát a gyerek persze egyből szót fogadott, nem kellett menni délután vagy az iskolába, tehát egyből. És hozta haza a szervizből, de hát gondolta, hogy hát azért a rakparton csak megnézi, hogy így hány óra van és pont egy ilyen jó, jó kis szellős forgalom volt, szépen így ráállt a, a, felezőre, és akkor így nyélik, nyélik húzott, tehát nem tudott fölmenni 300-ra, de ilyen 240 es sebességet elért, ami hát azért ugye, ugye 20, év, 20 év, alatt még elég nagy a lendület, meg a bátorság, tehát egészen más így a, a, a félelemérzet. Száguld a rakparton 240-nel, majd ugye ennek a szágúdásnak szépen hazamegy, és kérdezzük tőle, amikor elmesél ezt a szólít, hogy a gyereke 240-nel a rakparton, nagyon meleg. Úr. És az egyik barátunk feltette a kérdést, de figyelj már, 240-nél mit látsz? És majd ránézett, és azt mondta, hogy semmit, semmit. <laughs> Tehát, hogy, hogy, ugyanakkor valami ugye mégis, 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 működik. Tehát valamit, valamit keresünk. Valamilyen dolgokat keresünk. A, az LSD-nek a hatásaival is foglalkoztam valamennyire, így magamon nem próbáltam ki, de olvastam róla sokat, mert nagyon érdekelt, hogy mi ez. Újabbnál újabb, tehát ahogy fejlődik hogy az, az, agykutatás, az analitikus eszközök, egyre bejebb lehet ugye menni ebben is, hogy az LSD-vel uh, mi a helyzet, ugye régóta próbálgatják, csak mindig az volt vele a gond, hogy hát nem tudják egészen a természetét, tehát nem, nem, nem tudták kiszámíthatóvá tenni, mert minden egyes pszichére, lelkiállapotra, uh, helyzetre, légnyomásra minden kutya fülére egészen másképp reagált. Tehát próbáltak mindig ugyanazt a, azt az adagot, azokat a helyzeteket létrehozni ugyanazokkal az emberekkel, de egyszerűen uh, kiszámíthatatlan a depresszióra rossz hatása van, uh, stb. stb. Viszont van rengeteg jó hatása. Most láttam egy olyan térképet, így az agy aktivitásáról, LSD nélkül és LSD-vel, hogy, hogy meg nem tudom hány szorozza, tehát egészen így beszínezi. Tehát olyan kapcsolódásokat hoz létre, hogy ahhoz képest egy, egy álom kutyafüle. Ez az egyik dolog vele. A másik dolog pedig az, hogy, hogy olyan dolgok között teremt kapcsolatot, olyan részeink között, amik között valahogy nem jön létre kapcsolat. Nem tudom, hogy ezek csak rá kell, vagy, vagy szkandál kell, vagy nem. Tehát, de nem tudom, sokszor az érzelmeink nem passzolnak a, a gondolatainkkal, és a, a fizikumunkkal, pszichikumunkkal, és a nagyon sok minden, nagyon sok minden is szeretnénk, hogyha kapcsolnának, de valahogy csak nem akarnak, pedig már nem tudom hány terápián túl vagyunk, és akkor de jó lenne egy ilyen LSD flash, ami ezen így, így túllök, vagy összekapcsolja végre, és akkor meg lesz ez a kapcsolat. És föl is vettem el a kapcsolatot egy, egy, ismerősömmel, aki használ ilyen liquid LSD-t, és mondtam neki, hogy na hát akkor valamikor ezt így, így létsz, így korepetált be nekem ezt a szert, mert úgy érzem, hogy hát nekem nincs kapcsolat. Tehát nem is a, igazából az eufória, vagy a kábítószer miatt, mert abba volt szerencsétlenségem kiátszani magam, hanem, hanem valóban így, így tudatosan. És aztán ő elült, elutazott külföldre, nekem is mindenféle dolgaim voltak, néha így összeírtunk, hogy na akkor, mikor, ekkor, akkor, de soha nem volt jó. És most nem találkoztam vele, mielőtt idejöttem talán egy hónappal, és valahogy megint szóba jött ez a, ez a dolog. És azt mondta, hogy az ebben a gond, hogy megvan a tapasztalás, tehát megtapasztalsz testenkívüliséget, egyévállást, időtlenséget, tehát egy csomó mindent, amit itt is. Mm -hmm. Föl is tudod idézni, de nem, nem épül be, tehát nem tudod beépíteni. Nem tudod beépíteni. Pedig nem tudom, hosszú évek óta ö, játszik mindenféle ilyen, ilyen dologgal, de de ezt nyilatkozta róla, amikor megint rákérdeztem, hogy na, akkor nyáron, vagy tavasszal, vagy hogy, vagy mi van ebből a dologgal. És ezt mondta, és ez nagyon érdekes volt. És ezek a tapasztalatok meg hasonlóan a, a hosszú távfutónak a képeihez, meg minden máshoz, később, és egészen máshol, mint ahol várnád. Érdekes, hogy máshol találod meg, máshol találsz rá, más hogyan látod meg, mint ahogy számítanál rá. És máshol is ad. Nyilván olyan helyeken is, ahol szeretnéd, hogy igen. De utólag veszed észre, hogy hogyan épít, hogyan tisztít, hogyan emel, és erre nem elég ráfrissíteni. Éppen tegnap este volt Eszterrel egy, egy beszélgetésem, általunk jól ismert témakör, hogy hát ez nekem nem megy, tényleg megint ott ülök, és sehol a semmi, egyre rosszabb nem működik, és akkor pont, pont ő fogalmazta meg ezeket a dolgokat így sutyorogva a folyoson, hogy, hogy Istú, ne legyél ebbe türelmetlen, és, és lásd be azt, hogy szóval ez egy olyan tevékenység, ami hosszú távú, tehát nem is elég hozzá egy élet, hanem az, ez, ez egy végtelen dolog. Csinálj belőle annyit, amennyi éppen a, a karmát kicsikart tőled, de, de nem akkor, és ott fog... Megtörténni a lényeg, hogy akkor most így van a kezem, vagy oda veszem a levegőt, vagy akkor most tudok el 40 percig gondolattalanul, létezni. Úgyhogy végezetül most, hogy azt hiszem, mindent elmondtam, nem, valamit kihagytam. <laughs> Jó, amit kihagytam akkor, azt majd remélem, hogy a, egy hét után majd meg tudom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és ö, kössük föl együtt a gatyánkat. <laughs>